90 éve született Papp Lászlóra emlékeztek a MOM Kulturális Központban. Elkezdődött a karácsonyi vásárlási roham, minden eddiginél erősebb forgalomra számítanak a kereskedők. Egyre több embert fenyeget a COPD, különösen a dohányosoknál alakulhat ki a fulladással járó tüdőbetegség. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Baleset volt tegnap este az Alkotás és a Csörsz utca kereszteződésében. Egy taxis elsodort egy babakocsit toló édesanyát. Az autós valószínűleg nem látta a nőt, de azonnal megállt és a nő segítségére sietett. Szerencsére nem sérült meg sem az édesanya, sem a kisbaba. 90 éve született Papp László, a Hegyvidék díszpolgára. A háromszoros olimpiai bajnok ökölvívóra egy rendhagyó estel emlékeztek a MOM Kulturális Központban. Papp László születésének 90. valamint 3. olimpiai bajnokságának 60. évfordulója alkalmából tartottak ünnepélyes emlékestet a MOM Kulturális Központban. Az esten beszédet mondott az egykori kiváló ökölvívó fia és Pokorni Zoltán, a 12. kerület polgármestere is. Édesapám úgy tűnik a felvételek alapján, hogy egy ilyen agresszív és haragos ember volt, de ez nem így van, ez csak a mindenáron való győzni akarás miatt nézett így ki. Tulajdonképpen egy nagyon jámbor ember volt, ahogy szokták mondani, hogy kenyérre lehetett kenni. Úgyhogy ő mély érzésű, egyébként nagyon vallásos. Ez elején egy kicsit problémát is okozott neki, hogy ezt a sportot hogy lesz ezzel összeegyeztetni, de úgy gondolta, hogy neki ez az Isten ajándéka, és ő neki ezt ki kell használnia. Pokorni Zoltán kiemelte, hogy hatalmas lelki erőre lehetett szüksége az ökölvívónak ahhoz, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc idején rendezett Melbourne-i olimpián helyt tudjon állni, és olyan sikert tudjon elérni, mint a 3. olimpiai címe megszerzése. Csak közvetve a rádión, a híreken keresztül értesültek arról, hogy mi történik itthon Magyarországon, de hát ez talán még rosszabb, az ember a fantáziája, a képzelete, kiszínezés talán még borzalmasabbnak mutatja, mint amilyen. No, ilyen körülmények között tudott koncentrálni, és másodjára is megvédeni az olimpiai bajnoki címet. Tehát ugye ez a 3. olimpiai bajnoki címe, Melbourne. Miközben hát általában az emberek ilyenkor szétesnek, szétcsúsznak lelkileg, a koncentrációs képesség oda. Hát ebben bizonyos, hogy példakép, hogy a bajban is, a tragédia hátterében is képes volt összeszedni magát, nem tudom, mi lehetett a szívében vagy a lelkében, de képes volt arra, amire hát akkoriban senki más a világon. A mai napig méltán mondhatjuk Papp Lászlóra, hogy példakép volt, nem csak a sportban elért kimagasló teljesítménye alapján, hanem mint ember is. Közvetlensége és mindig vidám természete miatt, mondta Pokorni Zoltán, a Hegyvidék polgármestere. Nekünk van szükségünk rá, nem fordítva. Nekünk kellenek olyan sztárok, olyan csillagok, olyan ikonok, akik összekötnek bennünket, akik miatt otthonosan mozgunk az Óra utca környékén, mert eszünkbe jut, hogy hát itt lakott a Papp Laci élete utolsó 20-30 évében. Az emlékesten a látványos zenés-táncos produkciók keretében fellépett Presser Gábor, Kossuth és Erkel Ferenc díjas zeneszerző, a Szűcs Antal Gábor és Tátrai Tibor duó, illetve komoly zenei művekben is gyönyörködhettek, akik részt vettek a megemlékezésen. Kétszer is ugyanabban a Mária Remetei úti ikerházba próbált meg betörni az a páros, akit a napokban fogtak el a második kerületi rendőrkapitányság munkatársai. A ház teraszán keresztül mentek be a lakásba, de a szomszédok észrevették őket, így kénytelenek voltak elmenekülni. Másnap ismét megpróbáltak bemenni a lakásba, ám másodszorra sem jártak eredménnyel, mert az egyik lakó felfigyelt rájuk és értesítette a rendőrséget. A betörőket a helyszínen elfogták, majd előállításukat követően gyanúsítottként hallgatták ki őket. Már most november közepén elindult a karácsonyi bevásárlási roham. A budai bevásárlóközpontokban is és a piacokon is egyre többen vannak.
Ráadásul itthon is egyre népszerűbb a Black Friday, vagyis a fekete péntek, ezen a napon a boltok óriási akciókkal várják a vásárlókat, ami tovább növeli a forgalmat. Az Országos Kereskedelmi Szövetség rekordforgalomra számít decemberben. Számításaik szerint az évvégi ünnepekre legalább 180 milliárd forintot fordítanak a vásárlók. Ünnepi díszekbe öltözött ez a budai bevásárlóközpont, bár még csak november közepe van, de az üzletekben már most nagy a tömeg, sokan elkezdték megvásárolni a karácsonyi ajándékokat, mert szeretnék elkerülni a még nagyobb zsúfoltságot. Próbáljuk megkezdeni, hogy kinek mit, azt még nem tudjuk, azért vagyunk itt bent, és keresünk. A sláger termékek listája évek óta változatlan. A legtöbb helyen játékok, könyvek, ruházati termékek és műszaki cikkek kerülnek majd a karácsonyfa alá. Sok családtag van, akinek vásárolni kell, úgyhogy inkább mindenkinek kisebbet. Könyvet. Főleg, meg olyan hölgyeknek, kipere dolgokat. A felmérések szerint a magyar családok fejenként 30 ezer forintot költenek a karácsonyi ajándékokra. A kereskedők a korábbi éveket is meghaladó forgalomra számíthatnak az év utolsó hónapjában. A számítások szerint az évvégi ünnepekre legalább 180 milliárd forintot fordítanak a vásárlók. Az Országos Kereskedelmi Szövetség becslése szerint a teljes kiskereskedelmi forgalom mintegy 50 milliárd forinttal lehet több decemberben, mint az előző év azonos időszakában. Ez azt jelenti a számok nyelvén, hogy a kiskereskedelmi forgalom értéke, az élelmiszereket, iparcégeket, üzemanyagokat is beleszámítva túlépheti az 1000 milliárd forintot, ez egy rekord. A háttérben az húzódik meg, hogy a bérek keresetek 7-8%-kal bővültek az év eddig eltelt időszakában, és eddig 5%-kal bővült a kiskereskedelmi forgalom, de a családok teljes költekezése is, tehát ha fogyasztási kiadásokat nézzük, ott is egy hasonló magas ütemű növekedést látunk. Egyre többen vannak, akik nem a bevásárlóközpontokban, hanem otthon a webáruházakon keresztül szerzik be az ünnepkellékeit. A webáruházak éves forgalma 2016-ban el fogja érni a 300 milliárd forintot a kiskereskedelem árukörét figyelembe véve. Ez egy óriási növekedés, az elmúlt években is 30-40%-kal nőtt a forgalom. Idén ennek az üteme már kisebb lesz. Nem csak a tengeren túlon, de Európában, így Magyarországon is egyre népszerűbb a Black Friday, vagyis a fekete péntek, amit november 25-én rendeznek meg. Ezen a napon a boltok óriási akciókkal várják a vásárlókat, ami tovább növeli a kereskedelmi szektor bevételeit. Kihirdették a Zrínyi Miklós emlékévhez kapcsolódó hegyvidéki történelmi vetélkedő eredményeit. A Lévia villában megrendezett döntőbe a legjobbnak bizonyult iskolás csapatok jutottak be. A versenyt a Virányos Általános Iskola tanulói nyerték meg. Minden évben szervez a helytöltet gyűjtemény és a Jókai Klub közösen egy gyerekvetélkedőt a kerületi általános iskolák 6-os, 7-es korosztályának, és így ősztájékán hirdetjük meg ezt a történelmi vetélkedőt. Mindig egy-egy kerek évfordulóhoz kötjük, tavaly például Széchenyi István emlékév volt, most pedig idén van 450. évfordulója annak, hogy Szigetvár elesett a török ostrom során, ugye ez Zrínyi Miklós életét vesztett az ostrom során, és ennek állítottunk emléket ezzel a történelmi vetélkedővel. Módosult a közétkeztetési rendelet, az új előírások szerint a menzákon a korábbinál valamivel több só kerülhet az ételekbe. A rendelet megtiltotta a mesterséges édesítőszerek használatát, továbbá a 3 évesnél idősebb gyermekek esetében a tejzsír tartalmát 0,5%-osról 2,8%-ra változtatták. A szakmai felmérések szerint a magyar lakosság negyede erős dohányos, de rajtuk kívül még sokan szívják a cigarettát rendszeresen. Őket, különösen a női dohányosokat fokozottan fenyegeti a COPD, a légzés nehezítő, rosszabb esetben fullasztó tüdőbetegség. A COPD világnapján nemzetközi szakmai konzultációra került sor Újbudán, ahol az is kiderült, az egyik leggyorsabban terjedő népbetegségről van szó. A COPD, azaz a krónikus obstruktív tüdőbetegség Európában is az egyik leggyakoribb betegség, és Magyarországon is a negyedik halálok.
A COPD betegség azt jelenti, hogy a beteg elsősorban dohányos tüdejében gyakran visszafordíthatatlan hörgőszűkület, illetve kóros gyulladás jön létre, amely folytó köhögéshez, nehezített légzéshez, légszomjhoz vezet. Súlyosabb esetben szívizomkárosodást, általános csont- és izomsorvadást is okozhat. Hosszú időn keresztül egy rejtette megmaradó betegség, ezért amikor előjönnek a tünetek, akkor már egy nagyon nehezen gyógyítható fázissal állunk szemben. A betegek szempontjából az oxigén hiány az egyik legrosszabb érzés, amit az ember meg tud élni egy adott betegség kapcsán, amikor fulladás érzés éli meg, és hát természetesen ennek van olyan jelentősége is, hogy azok a betegek, akik ilyen betegségben szenvednek, a családjukban is egy komoly tehernek vannak kitéve, hiszen nem tudják ellátni azokat a dolgokat. Például egy nagymama nem tudja az unokát úgy ellátni, például egy nagypapa nem tudja úgy segíteni a családját, ahogyan egyébként tudná. A családot és az egészségügyi ellátást maga a gyógykezelés is nagyon megterheli, ráadásul annak kimenetele bizonytalan. Ez a betegség ugyan nem öröklődik, ám a nagyszülők, szülők sem tudnak mozogni, éppen a COPD betegségük miatt, akkor a gyerekük is nagy eséllyel mozgásszegény életet él. Ennek megelőzésére időben fel kell ismerni a COPD tüneteit, hogy még gyógyítható fázisban szakemberhez kerüljenek a betegek. Közel 200 ezer beteg, aki a gondozók látókörében van. A becslés a dohányzási szokások szerint az országban ennél sokkal nagyobb számra teszi, 5-600 ezer fős betegtömegre teszi a COPD-seknek a számát. Ez a világon sem újdonság, hogy a betegeknek közel a felét, vagy nem is a felét ismerik. Ha ezeket a számokat nézzük, ma Magyarországon COPD-sek közül a betegtömeg 1/3 áll rendszeres gondozás alatt, 1/3 van szakértők kezében. Tehát rengeteg a dolgunk a tekintetben, hogy az erre utaló tüneteket, a gyanús eseteket valóban felfedezzük, és a betegeknek segítsünk a megfelelő gyógykezelés megvalósításában. Az előrejelzések szerint Európában az elkövetkező 10 évben 120%-kal nő a COPD-s betegek száma, azaz jóval több mint kétszer annyian szenvednek a kortól, mint most. Nálunk súlyosbítja a helyzetet, hogy az ellátás, az utógondozás jelentős része egyszerűen nem szerepel az egészségbiztosítás palettáján. Ezek a betegek meghalnak a betegségük miatt. Ezek a betegek megfulladnak. Nem kapnak levegőt, mert a tüdejük már képtelen elég oxigént felvenni, és én azt gondolom, hogy aki látott ilyen beteget szenvedni a halálos ágyán, tudja, hogy micsoda fájdalomnak, micsoda kínnak van kitéve, amikor nem kap az agyoxigént, és ordít minden az oxigénért, és szenved a beteg. Ennek van eljárási rendje, ennek van protokollja, a nemzetközi szakirodalom használja. Magyarországon annak, hogy palliatív kezelést, hogy hospice ellátást kell egy ilyen állapotú COPD-s betegnek adnunk, egyelőre nincs támogatottsága egyéb, mint a mi szakmai elkötelezettségünk. A Magyar Tüdőgyógyász Társasága a COPD megelőző program keretében eddig már 10 000 dohányos leszoktatásában vett részt. Az ő ajánlásukat ajánljuk az önök figyelmébe is. Ha utadba akad egy lépcső, mászd meg. Ha egészséges vagy, akkor ez prevenció, ha nem, akkor rehabilitáció. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu weboldalon is megnézhetik. Legyen kellemes a hétvégéjük. Viszontlátásra! We'll be right back.